Szeretettel köszöntök mindenkit a KMTH Családi Vállalatok Klubban, ezúttal online. A mai alkalommal dr. Móri Attilával, az Alphavet ügyvezető partnerével fogok beszélgetni. Hát leginkább arra a témáról, hogy hogyan indítsam újra a cégemet biztonságosan. Szervusz Attila! Szervusz! Köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy megkértetek rá, szívesen beszélek erről már, amennyit én tudok, és örömmel üdvözlöm a hallgatókat is, ha tudok, szívesen segítek nekik. Attila, ti, mint állategészségügyel foglalkozó cég, azt gondolom, hogy nyilvánvalóan jobban fel voltatok készülve egy ilyen járványos helyzetre. Mik voltak azok az intézkedések, vagy azok a gyakorlatok, amik nektek már alapból megvoltak, amire a többi cégnek leginkább most kellett felkészülnie, vagy átállítani a gondolkodását? Igen, minden rosszban van valami jó. Már állatos gyakornok koromban aludtam sertéstelepen bezárva 2 hetes karanténban, tehát nem kellett nagyon megszokni ezeket a szavakat, meg ezeket a feltételeket. A mi szakmánkban ugye jelenleg is tombolnak sajnos járványok, sertéspest is, vagy éppen baromfi influenza. Úgyhogy egyrészt a vállalat föl volt készülve mentálisan, szakmailag is, teendőket, illetve folyamatokat illetően. Mi nyilván tudjuk, mi az, hogy vírus, mi az, hogy betegség, mi az, hogy lapangási idő, mi az, hogy fertőtlenítőszer, mi az, hogy egyéni védőeszköz, és ezekből ugye nagy mennyiségű raktárkészletek is voltak. Másrészt pedig a karantén és az azzal kapcsolatos intézkedésekben tulajdonképpen az első napokban mi megvalósítottuk a kollégákra, meg magunkra nézve is azt, amit az állatjárványok kapcsán az állatorvos telepekre megtanultunk az állatorvos egyetemen. És úgy tűnik, hogy nagy különbség egyébként nincsen, ugyanazok az elvek. Ugye ez biológia, a vírusnak mindegy, hogy ember vagy állat. És ilyen szempontból nektek volt egy tervetek ezzel kapcsolatban előre? Tehát voltatok igen készülve, és csak előúsztátok a fiókból? Igen is, meg nem is. Nem hízelgek azzal, hogy le volt írva egy az egybe, hogy mi majd a SARS vírusra fölkészülünk, vagy a COVID-19-re. Ellenben, mivel ahogy mondom, nap mint nap ezzel foglalkozunk, ezzel dolgozunk, 500 dolgozónk, stb. Nem volt ilyen nagy újdonság hatása, úgy tetszik. Simán csak azokat a dolgokat, amit nap mint nap végeztünk az állattartó telepek kapcsán, azokat elkezdtük alkalmazni a saját rendszerünkbe. Nyilván az első hét végére már készen volt egy nagy, mondjuk 10 oldalas ilyen Alphavet havária terv, amit utána megosztottunk a mi szakmánkba az állattartó telepekkel, állatorvosi rendelőkkel, tehát akik a mi partnereink, ami tulajdonképpen egy hosszú kérdéslista volt, hogy mit kell ilyenkor végig gondolni, és itt hát a szájmaszkot honnan veszel tőle, ami ugye egy nagyon fontos kérdés volt 2 hónapja, egészen odáig, hogy akkor aggregátor mihez kell, és hogy az aggregátorhoz gázola is kell, meg akkor el kéne indulni, amikor nincs áram. Ugye egész odáig elmentünk, hogy nincs áram, és nincs mobiltelefon, és leáll az egész kvázi civilizáció. Erre is volt tervünk, hála Istennek, hogy nem kellett hozzá eljutnunk. Végig működtetek a vírus alatt. Mik voltak a tapasztalataitok, vagy talán ezek közül az intézkedések közül mi volt az, amit tudnál így esetleg más cégeknek is mondani, mint talán kevésbé a médiában elhangzott tippek vagy ötletek, hogy hogyan lehet védeni a céget, a dolgozókat ezekben a témák? Hát azt gondolom, és ez fontos, hogy médiát ne ismételjük meg 2 hónap után, ugye akkor még érdekes volt, ma már nem. De például az, hogy ne legyenek pitik a munkáltatók. Bocs, hogy ezt így mondom, de ez a legegyszerűbb. Szóval az teljesen nevetséges számra, hogy néhányan meggondolták azt, hogy akkor a 10-20-30-50 dolgozójuknak vegyenek 900 forintért szájmaszkot, mert annyi is volt az ára volt, amikor, meg ugye fölment a csillagoségbe készfertőtlenítő gumikesztyű ára. Mi azt csináltuk, hogy nem csak a dolgozóinkat, hanem azok családjait is, durván 3000 embert láttunk el az első napokban szájmaszkkal, készfertőtlenítővel, gumikesztyűvel, tehát olyan egyéni védőeszköz, amivel tulajdonképpen ők egyrészt biztonságban érezhették magukat. A fene tudja, hogy volt értelme, vagy nem így utólag, látva a járványgörbét, meg a kevés fertőzés számot. Azt gondolom, hogy nem annyira vírus ellen voltak ezek jók, hanem a pszichózis ellen voltak jók. Tehát a dolgozók pszichét nyugtatták meg, visszament nekik az, hogy na ez egy olyan munkáltató, hogy itt számít az ember élet, és hogy nem csak hangban, mert ugye mindenki elmondja ezt persze, duma hátán, de ténylegesen mi, nem is tudom, talán 6 millió forintba került az a cucc, amit ilyen 2 vagy 3 ezer embernek kiosztottunk, és ezt meghálálták nagyon.
Talán azt elmulasztottam mondani, most mondom, hogy amikor az egész kitört, akkor azt beszéltük meg az igazgatóságban, hogy az eddigi SOP-ink, az eddigi stratégiánk, az eddigi üzleti modellünket teljesen megváltoztatjuk, és összesen két dologra koncentrálunk. Az egyik a dolgozóink egészségvédelme. Azt javasoltam, hogy legyen szlogenünk, hogy közülünk senki se halhat meg, de azt mondták, hogy ez nagyon pessimista, hogy halászó benne legyen, úgyhogy együtt túl fogjuk élni, ez lett, de még a vállalati levél aláírásba is, meg a vállalati Facebook profilon is, ennek grafikája mindenen megjelent. A másik pedig a vállalat működőképességének a feltétlen fenntartása volt. Nyilván itt is elmondtuk azt, hogy nem a profit célok vezérelnek ez esetben bennünket elsősorban, mint egyébként minden normális vállalatot, hanem a 9,5 millió magyar élelmiszerrel való ellátása. Nyilván azt nem kell magyaráznom, hogyha az állatorvosok nem tudnak dolgozni, mert nem kapnak felszerelést, fertőtlenítőt, gyógyszereket, stb., akkor nem lesz hús nem sokára a boltokba, meg tojás, meg tej. És azt gondolom, hogy ez a kettő intézkedés, ez a teljesen leegyszerűsített, és egyébként teljesen átmentünk diktatórikus, autokrata vezetési módszerbe, de ez a kettő leegyszerűsített pont, hogy fontos vagy nekünk, és teszünk azért, hogy egészséges maradjál, és még a családodra is vigyázunk, plusz te most nem dolgozol a favi fizetésedért, hanem egy küldetés hajtasz végre, miszerint a te hozzájárulsz ahhoz, hogy 9,5 millió magyarnak biztos legyen az élelmiszer ellátása. Ez teljesen fanatizálta a kollégákat, úgyhogy nincs semmi gondunk, mindenki jól dolgozik, és semmi fegyelmi vagy egyéb más ilyen intézkedésekre nem volt szükség. Azt gondolom, hogy az átlag populációhoz képest sokkal szigorúbb és rigorózusabb szabályoknak megfelelően élnek a kollégáim, a mai napig is, amikor ugye lazítások mennek, és jól működik ez az egész, tehát nagyon nagy sikerként élem meg ezt az elmúlt két hónapot. Attila, ti az idősebb munkavállalóitokat védtétek valami különleges? Másnap haza küldtük. Tehát amikor kihirdette a kormány a vészhelyzetet, akkor a 60 vagy 65, most nem tudom biztosan, de ami benne van, azokat azonnal haza küldtük. Egyébként alapvetően kétfele osztottuk a csapatot. A durván 200 ember az home office-ba ment, és a java pedig, őket egyébként hőseinknek hívjuk, mert akkor, amikor még mindenki félt, akkor ők kint voltak a raktárban, csomagolók, sofőrök, azoknak a főnökeik, áruszállítók, stb. Ők ugyanúgy mentek, és napi 10-20 partnerhez elmentek, ott átadták az árut, stb. Tehát akkor azért azt lehetett tudni, mondom még egyszer, mindenki úgy hallgassa ezt a riportot, hogy te arról kérdezel, hogy két hónapja mit csináltunk, és nem az, hogy ma ezek blöd dolgok. Szóval akkor kikiáltottuk hősnek őket, és ez is visszatükröződött a magatartásukba, az önbecsülésük például nagyon nagy mértékben növekedett, és én azt látom, hogy úgymond egyszerű kék galéros emberek hősök lettek, és ez nem csak egy pszichológia vagy marketing, hanem tényleg adtunk nekik ebből az értelemben önbecsülést, vagy inkább azt mondom, hogy megszerezték saját maguknak. És akkor hát még talán még egy dolgot mondanék, hogy nekem nagyon-nagyon nem tetszik a home office szenvedőknek a hozzáállása. Én azt gondolom, hogy ezekhez a hősökhöz képest, amikor az első 2-3 hét után elkezdtek nyávogni néhányan nálunk home office-ban, hogy milyen szörnyű bezárva lenni, meg a család, meg a négy fal, meg kinézek, meg legfébb a kert, meg a kutya, sétáltatás ürügyén megyünk ki, akkor mi ezt nagyon komolyan letörtük. Tehát az lett a szlogen, hogy akinek nem tetszik, holnap reggel mehet a raktárba pakolni, vagy sofőrnek. Na mit gondolsz, hogy a 200 home office-osból, amiből 100 nyávogott előtte, hány ment el dolgozni a fizikai melósokhoz? Feltételezem nulla. Igen, egy se. Úgyhogy sútba ment az arcuk, és akkor utána béke lett a home office-os nyávogó között is. Azt gondolom, hogy ezek lehet, hogy kicsit kemény szavak, de hát figyelj, ahogy mondtam, autokrácia van, tehát itt egyértelmű parancsuralmi rendszert vezettünk be, nincs az a megbeszéljük, meg visszatérünk rá, meg visszadobjuk a bizottságnak, meg bizottság sincsen. Egyébként ilyenkor elválik, hogy kik azok a vezetők, akik tényleg agilisek, és nem csak szájuk jár, akik képesek egyedül dönteni, meg nagyon gyorsan dönteni. Az is egy jellemző adat, gondolom minden vállalat látja, hogy végtelenül föl tudunk gyorsulni. Tehát az a régen emlegetett szám, hogy akkor a USA meg Japánban hány százalék a hatékonysága a vállalatnak, akkor német, osztrák példa hány százalék és magyar hány százalék, ugye az előbbieknek fele harmada, hát az most bizonyosodott, hogy tényleg tudunk mi jobban és gyorsabban dolgozni, csak úgy tűnik, hogy kellett ehhez egy járvány. Attila, és a megbeszélésekkel kapcsolatban nektek voltak speciális szabályaitok, illetve ezek az AB tímek, ezek hogy működtek? Ez egy jó tapasztalat volt? Uh-huh.
Hát ez két külön kérdés, akkor visszafele mondom. Igen, az első percben eldöntöttük azt, hogy azoknak, akiknek be kell menniük, azokat nem engedjük össze, hanem ketté választottunk minden csapatot, tehát a csomagolókat, a raktárosokat, stb. És akkor az A és a B tímek, ugye két, előtte egy műszakban voltunk nyitva, de átértünk a két műszakra, korán reggel kezdtünk, és azok olyan délután kettő körül elmentek, akkor az egész munkahelyet fertőtlenítettük, ilyen ködösítőgépekkel, meg egyebekkel, ugye könnyű volt, mert volt anyagunk is, technológiánk is hozzá. Előtte állattartó telepeket fertőtlenítettünk ezzel technológiával, és itt is tökéletesen ez működött. És akkor jöttek a B csapatok, tehát egymással nem találkoztak, és azok meg valamikor éjszaka végeztek. És így a cél az az volt, hogy egyrészt kinyújtsuk az aktív munkaidőt, és hogy többet tudjunk végezni. Másrészt pedig, hogy két csapat ne találkozzon egymással. Akkor még nem lehetett tudni azt, hogyha egy aktív beteg státusz megállapít, és kerül, akkor vajon mi van? Bezárják a raktárat, vagy esetleg haza zavarnak mindenkit házi karanténba? Nem tudtuk, nem volt erre szabályozás, ugye az első napokról beszélünk. Úgyhogy ezt találtuk ki, hogy ha mi ezt bizonyítani fogjuk, hogy a csapatok nem találkoznak egymással, és a kettő közt csinálunk egy fertőtlenítést ködösítéssel egy óra hosszáig, akkor valószínű, hogy a hatóság se fogja azt mondani, hogy be kell zárnunk. Másrészt meg talán nem is mondta volna, hiszen az állatgyógyszerellátás ezt bizonyított, de azt gondolom, hogy ezzel megoldottuk azt, hogy mindig legyenek tartalékcsapatok. Ugyanezt a vezetői garnitúrával is megcsináltunk, vezetők se találkozhattak, ugye jellemzően home office-ba dolgoztak, de akkor is úgy szétszedtük őket, még a fizikai melósokat vezető, műszakvezetőket, egyebeket is, hogy ott is van A és B csapat. Úgyhogy ez így jó volt. Aztán meg ilyen egyszerű dolgok, hogy például felejtsék el azt, hogy a munkai étkezőbe étkeznek. Ugye régen, tudod, a szabályok, meg a mit tudom én, rigorózus akármi. Most azt mondtuk, hogy spriceljetek szét az egész raktárba. Megtiltottuk mindenkinek, hogy hívogasson ilyen kajaszállítókat, bár az első időkben nem is volt. És ilyen ne csak diktatúra legyen, hanem nyilván jókedv is. Ezért azt mondtuk, hogy akkor mindenkinek fizetjük a kajáját. Tehát a több száz dolgozónak elkezdtük rendesen a napi háromszori étkezést biztosítani, vagy lehet, hogy kétszer, itt nem tudom, de szóval a munkaidőbe kapta a kaját, és akkor egy helyről rendelt a főnökük olyan kaját, és úgy adták át, és zsilipelés volt, és fertőtlenítés, és akkor megkapták mondjuk a pizzatálcákat, azt mindenki ment a 30 dolgozó 30 pontra, mert ugye úgy gondoltuk, hogy ha valahol fognak fertőződni, az nem az 5000 négyzetméteres magas raktár, ahol ugye óriási légköbméter, és nem is látják egymást, úgy dolgoznak, ha akarnak, hanem a szociális blokkokban, meg az étkezőhelyeken. Ja, kávégép ilyenek lezárva, nincsen cigi szünet, meg elrohangászunk, és ott tudod, az a dolguk, hogy ne egyedül legyenek, hanem többen és pletykáljanak, szóval az ilyeneket kiirtottuk, viszont kaptak ingyen kaját, akkor fizetjük a bejárásukat, megtiltottuk mindenkinek, hogy tömegközlekedéssel jöjjön a céghez, és akkor azt mondtuk, hogy mindenki autóval jöhet, kiderült, hogy a 95%-nak van saját autója, így vagy úgy, és akinek nem volt, az meg útbe esik, és valaki fölveszi, egy kollégája, meg mindig jobb, ha ketten jönnek, vagy hárman, mint hogyha egy buszon, vagy egy vonaton jönne. És akkor ezért azért nagyon hálásak, mert így megkönnyítettük ugye a munkából járást, főleg az esti műszak hazamenetelét például. Másrészt meg hát azért, amit ingyen kapnak az emberek, az jó. Tehát érezték azt, hogy a cég tényleg nem csak mondja, hogy családbarát, munkahely, ugye te tudod, mire célzok, hanem ténylegesen tesz is a munkavállalókért. És ez ilyen tök egyszerű meg minden, de amikor ezt 500 embernek kell fizetni, az azért már súlyos sok-sok millió forint. De nekem, ahogy mondtam, tulajdonosként biztatok bárkit erre a cégvezető vagy cégtulajdonos társak közül, akik hallgatják ezt, hogy szóval minden az ember, ez nem én találtam ki. Régen is ez volt jelszó, most is, ha jók az embereid, akkor győzni fogsz, és ahhoz, hogy jók legyenek az embereid, ahhoz meg, hogy is mondjam csak, ahhoz azért te tehetsz. Az emberek ilyenek, olyanok, amolyanok, mindenhol ugyanolyan emberek vannak. Milyen a vezető? Azt akkor majd kiderül, hogy milyenek az emberei. Attila is ezt bizonyított? Tehát, hogy úgy érzed, hogy a kollégák ezt értékelték, ezt a figyelmet, igen, ezt a fajta energiaráfordítást, vagy figyelemráfordítást, amit kaptak, és pozitívan álltak hozzá a dolgokhoz? Két adatot adok, egy szubjektívet, meg egy objektívet. A szubjektív az az, hogy ezt a két hónapot úgy vészeltük át, ahogy mondtam, hogy egy embernek nem kellett fegyelmit adni, vagy elbocsátani, vagy nagy balhékat csinálni. Tehát ebben a fokozott mentálisan, stresszben, fokozott légkörben tulajdonképpen egy nagyon kiegyensúlyozott, nyugodt vállalat benyomását nem csak eltettük, hanem éltük meg. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen eredmény, és ez egyfajta
a dolgozók bizalmának a tükröződése az irányítási mechanizmusaink és a dolgozóink való investíciók tükre szerintem. Nyilván tudom, hogy ez hosszú távon nem fenntartható, mert ugye én is olvasok és tanulok, és akkor azt olvastam valahol, hogyha az emberek nagyon megijednek, és mondjuk a létük forog kockán, ugye ez most 2 hónapja még egy érdekes téma volt, és komolyan kellett ezt venni, akkor ugye a Maslow-i piramis legaljára kerülnek, létfenntartás, és akkor sokkal könnyebben irányíthatók, meg akkor azért a nagyobb nyájba beolvadnak, meg akkor azért kisebb lesz a szájuk még az anarchikus, vagy akármilyen gondolkodóknak is. És amikor ebből ki tud jönni, mert rájön, hogy azért ez nem olyan halálos, azért hála Istennek Magyarországon nem ütött be úgy, mint más helyeken, Olaszországon vagy máshol, akkor tudod, hozzászoknak az emberek a rosszhoz is, akkor elhiszik ezeket a hülye Facebookos suszároknak az írásait, hogy ezt ne vegyétek komolyan, ez csak influenza, stb. Szóval várom azt, hogy mikor jön el az, amikor már elkezdenek esetleg a feszes tempó miatt egy kicsit lázongani, variálódni. Nyilván arra is megvan majd a tervünk, hogy mit csinálunk, de azért azt a 2 hónapot jól kihúztuk. Az objektív adat az pedig az, hogy ebben a 2 hónapban nekünk 2-szer akkora volt a forgalmunk, 2 havi mennyiséget csináltunk meg, illetve 4 havi mennyiséget, 4 havi árut disztribútáltunk a 2 hónap alatt, sok minden objektív oka volt ennek, és gyakorlatilag ugyanannyi létszámmal. Volt egy-két helyen ilyen 10-20%-os létszámnövekedés, de 100%-os plusz munkára. Ez viszont azt jelenti, hogy a hatékonyságunk nagyon-nagyon komolyan nőtt. Én azt gondolom, hogy ez részben a vezetői munkának a minőségjavulása, de javarészt szerintem a dolgozók, az a folyamatos dolgozók helytállása odaadó munkája miatt történt. És most, hogy Budapesten, egy Pest megyén kívül most már vannak lazítások az életben, ez nektek okozott valami változtatást, vagy fenntartjátok az eddigi rendszert? Hát lekövetjük teljesen az állami normatívákat, elvárásokat. Tehát Budapesten a 3-ig vannak nyitva a boltjaink, ott nagyon komolyan vesszük ezt a kijárási korlátozás fenntartását, és az embereinket is erre kérjük. Ugyanakkor a vidéki telepeinken már most hétvégén azt mondtuk, hogy a helyigazgató engedélyével menjetek irándulni, stb. És akkor azt mondtuk, hogy de legalább ne posztoljatok erről a Facebookon, hogy aki mondjuk meg Pesten van a 9. emeleten, és nem tud kimozdulni, az azért ne örüljön meg teljesen. A boltjainkat vidéken most ezen a héten kezdjük el kinyitani teljes műszakban. Ugye a kiskereket bezártuk, meg sorolhatnám még. Szóval magyarul lekövetjük azokat az állami intézkedéseket, amik vannak. Annyiban térünk el talán a nagy lazítástól, hogy azt gondoljuk, hogy mi azért kivárnánk, hogy mi lesz ennek a lazításnak az eredménye. És ugye tudjuk, hogy maximum 14 nap ennek a betegségnek a lapangási ideje. Hogyha ezen a május első hetében elkezdődtek a lazítások, akkor ehhez képest mondjuk egy 3 hét múlva már látnunk kell, hogy az a bizonyos fertőzöttségi számok elindulnak érdembe fölfele, vagy nem. És akkor ebbe a 3 hétbe azt mondtuk, hogy május végéig mi azért visszafogottan megyünk, én magam nem mozdulok ki a lakásból, az biztos, a vezetőimtől is ezt kértem. Tehát igyekszünk nyitogatni boltokat, de azért még betartjuk a szabályokat, arról meg nem beszélve, hogy nyilván mi aztán a szájmaszk viselésbe, mindenki műanyag kesztyűbe dolgozik egész nap, orvaszájba a kézfertőtlenítés és egyéb ilyen raktárfertőtlenítések, személy- vagy autófertőtlenítések, tehát ezeket a technikákat folyamatosan használjuk, de szerintem ez meg is marad nálunk szeptemberig, vagy jövő évig, vagy lehet, hogy örökké. És akkor majd május végén meglátjuk, azt beszéltük meg, bocs, befejezem a gondolatot, hogy abban az esetben, hogyha feleslegesen pattogtunk, és nem volt értelme, mert nem lesz sehol se különösebb fertőzés, akkor azt mondjuk, hogy okosak voltunk, nem baj, ez még kibírtuk, ha 8 hétig kibírtuk, akkor kibírjuk 11 hétig is. Ha viszont, ne adj Isten, nem kívánom Magyarországnak, fölfele mennek a lazítás miatt a fertőzés számok, akkor meg így összetesszük a kezünket, hogy az nem nálunk bent a cégnél megy fölfele, hanem kívül az utcán, és akkor a működő képességet is fönn tudjuk tartani, meg hát azt remélem, hogy a legfontosabb célunkat, az embereink egészségvédelmét is. Azt akartam kérdezni, hogy ti teszteltétek a kollégáitokat? Néhány cégnél ez egy gyakorlat volt részben, nem. Vagy egészben. Nem. Majd fogjuk őket tesztelni, de mi teljesen értjük, megint csak szakmai okok miatt azt, amit az állam és az operatív törzs itt az elmúlt időszakban végig kommunikált, meg végig mondott. Tehát a teszttől nem gyógyul meg senki, a teszt végtelenül megbízhatatlan, most nyilván a cseppvérből az antigén tesztet mondjuk, és nem a PCR-t, tehát nem a vírus kimutatást, amely a kórházokban megbízható. Ezzel kérdés jön, kiteszteljünk.
Most, hogyha elkezdjük a tesztelgetést, akkor mindenki fog jönni, hogy hát ő akarja tudni, hogy ő az vagy nem az, meg a feleségét igazán meg kell, hogy nézzük. Tehát a végtelenbe tennál. Lehet, hogy mi kenjük szét a vírust, akkor fizikailag azt leszervezni. 500 ember szorozva 2-vel 1000, vagy mit, hol álljunk meg? Ahogy mondtam, mi cégünk ilyen adakozó cég, na de hát azért álljunk meg a menet. Olyat kezdünk el, amit be is tudunk fejezni. 2. Ki csinálhatja ezt? Mi nem csinálhatjuk ezt, mi állatorvosi cég vagyunk, ehhez akkor humán szolgáltató kell. Hát most akkor 500-szor, mit tudom én, 9000 forint, tehát az már komolyabb pénz. Mi saját magunk nem csinálhatjuk. Akkor jön a következő, az érvényes szabályok szerint úgy tudom, ne kövessen meg senki, hogy ez nem így van, hogy üzemorvosi kontrollal végül is lehetne csinálnunk már. És akkor beszerezzük, és akkor sokkal olcsóbbba kerül, és akkor megcsináljuk. Na de akkor hányszor csináljuk, mert ugye egy vizsgálat, nem vizsgálat. Akkor a protokoll, akkor annak a szabályai, akkor ahhoz úgyis az orvosnak kell adni a nevét. Akkor fizikailag hogy és mikor? Tehát én azt gondolom, hogy megvárnánk azt, hogy mit mond az állam, megvárnánk azt, hogy a jónal matematikus és statisztikusok, járványtanászok által összeállított 18 000-es mintapopuláció majd mit hoz, ugye úgy tudom, hogy a jövő hétre meg lesz az eredmény ennek az egésznek, és ha kiderül, hogy Magyarországon 2% a fertőződés, hát akkor nagyon nem kell tesztelnünk szerintem senkinek. Most nyilván aki beteg, azt elküldjük, vagy aki tünetet mutat, azt elküldjük, tehát most én ott full egészséges emberekről beszélek, nyilván te is erre kérdeztél, ugye jól értem, hogy kérdeztél. Persze, igen. És abban az esetben, hogyha pedig elharapódzik ez, és betegeink lesznek, meg mit tudom én, egyébként ezért vettük a tesztet, akkor nyilván fogunk tesztelni, nem most kicsodákat, nem a home office-os kollégákat érdeklődésből, meg időhúzásból, meg játékból, hanem azokat, akik a hőseinket, tehát akik kénytelenek kitenni magukat a fertőzésnek, és valahol az a logikám, de ez állatorvosi logika, és nem kívánok vitatkozni humán járványügyessel, hogy most vannak A meg B csapataink, úgy tudom, hogy fertőzésen nem átesett egészséges emberek. És valószínű, hogy előbb vagy utóbb ebbe a bizonyos átfertőződésbe, nyájújtásba eljutunk oda, hogy az emberek egy jelentős része már valamilyen módon átesett, és akkor majd lesz megint A meg B csapat, de valószínűleg tartom, hogy akkor majd az A csapatban lesznek azok, akik még egészségesek, a B csapatban meg mondjuk az átesett emberek. Aztán majd idő múlva azt fogjuk csinálni, hogy már csupa átesett, tehát a vizsgálatokkal igazolt átesett ember fog majd dolgozni veszélyeztetett helyeken, és akkor a még nem átesett embereket tekintet nélkül a korukra visszahívjuk home office-ba, ide-oda, amoda, stb. Úgyhogy valahogy így képzelem el. Értem. Szuper, köszönöm szépen. Attila, van esetleg még valami záró gondolatod, vagy amit úgy éreztél, hogy nem kérdeztem? Hát annyit szeretnék gondolni, úgy tudom, hogy gratulálok egyrészt a banknak, a klubhoz. Azért váltam a szereplést, mert sok ötletet, sok okosságot tanultam tőletek, ha lehet mondani, és legezni lehet a vállalkozó kollégákat. Tehát úgy tudom, hogy ez a műsor is a klubtagságnak megy, tehát vállalkozó társaimnak, tulajdonosoknak, ügyvezetőknek, hogy a rossz se tart örökké. Tehát tudom, hogy ez blödség, de ennek egyszer vége lesz, és meggyőződésem, hogy ha jó utat választunk a probléma megküzdéshez, akkor erősebben fogunk belőle kijönni. Még engedj meg egy 2 perces monológot. Azt olvastam, hogy az emberi lélekkel foglalkozó kutatók, tehát a pszichológusok, etc., azok a krízissel való megküzdést alapvetően 2 csoportra osztják. Vannak, akik ilyen érzelemorientáltak, és érzelmeorientáltan fordulnak a krízishez, mások meg problémaorientáltan. Én minden vállalkozó társamnak így búcsúszóként azt javaslom, hogy ne érzelemorientáltan viszonyuljon ehhez, bármilyen nehéz is, tehát ne félelemmel, ne depresszióval, ne Isten, nem alkohollal, meg egyéb idegeskedésekkel, hanem problémaorientáltan arra koncentrálni, hogy mi az ő dolga, mi az ő küldetése. Szerintem ehhez adtam támpontot, az emberénk egészségvédelme és a vállalkozás működőképességének fenntartása. Tegyen meg mindent a kollégákért, hogy ne csak szóban, hanem tettleg is ők ezt érezzék, és ígérem nekik a magam példájából, hogy ők hálásak lesznek a dolgozók, ezért lojalitással, munkával fogják viszonozni. És annyira sok minden történik itt napról napra, úgy fölgyorsul az agilitás, a digitalizáció, a fejlődés, az új utak keresése, az új piacok vagy bármi, hogy amikor ezen az egészen túl vagyunk, meggyőződésem szerint mi vállalkozók megerősödve fogunk ebből kijönni, és azt remélem, hogy az egész ország meg az egész világ tanul ebből. Tudom, hogy ez ilyen hurrá optimista, de én a félig tele pohár elvet vallom, és nem a félig üreset, úgyhogy ennyi a búcsú gondolat. Szuper. Köszönöm szépen, Attila, hogy beszélgettünk, és kívánok nektek minden jót, vigyázzatok nagyon magatokra. Köszönöm szépen az interjút, mindenkinek jó egészséget kívánok, szevasztok! További videókért, illetve egyéb írásos tartalmakért pedig látogassátok el a családivállalatok.kindh.hu weboldalunk. Minden jót nektek,
vigyázzatok magatokra és családjaitokra, és a mi hamarabbi személyes viszontlátásra.